az, hogy amit megeszel, szól a mondás, és Mudzsai Zoli életében ez most különlegesen fontos, hogy egy életmódváltásba kezdtél. Mi ez így pontosan? Van, gyakorlatilag ezt már azért korábban elkezdtem, még annak idején, hogy a tehetségkutató alatt ugye rendszertelenül táplálkozik az ember, mivel ugye koncerteztünk, új volt ez az egész, és hát amikor hát, ez a... ugye hajnali háromkor Liba Máj vagy éppen egy rántott hús, úgy becsúszik egy alma paprikával. Az mondjuk sokkal jobb, mint egy benzinkutas szendvics. Hát az is volt. Volt, gondolom, igen. Persze, tehát volt burgonyapüré, meg mit tudom én, és utána ugye azon veszed észre magad, hogy hajnali 4-5-kor nem bírsz el aludni, amikor ugye normálisan az emberek kelnek. Hát... Mennyire vagy te egyébként mondjuk stresszevő? Arra gondolok, hogy mondjuk koncertek alkalmán fent van az adrenalin, egyfajta stresszes helyzetben vagy, és akkor inkább eszel, vagy nem eszel? Inkább viszont nem. Inkább eddig sem. Az az igazság, hogy a mozgással próbálom a stresszt leküzdeni, és nálam ugye adott volt, hogy ezek fölcsúsztak azért a kilók, és elmentem az edzőteremben. Nyilván ugye a Veretki Zoli is előbb mondta ezt, hogy ki hogy fogja meg a súlyt, hát én nem fogtam meg jól a súlyt, és nyilván ezt ugye meg is lehet tanulni idővel. Zavaromban ugye oda mentem, nyilván az a legegyszerűbb, amikor futópad, meg súlyzó, tehát megismerkedsz, és nekem ez egy szerelem is lett, olyan szinten, hogy hobbi módon nyilván. Nem vagyok olyan, mint te. Nem is kell, mert nem vagy versenyző, hál' Isten. Viszont azért pont a stresszes időszakok, amikor az ember nagyon sokat dolgozik, akkor legalábbis nálam mindig azt eredményezik, hogy nem jutok el sportolni. Viszont el kell jutni sportolni, mert az egy olyan... sok a munka, te... Ha sok a munka, akkor is, tehát nincs olyan, hogy... Milyen jól látja, ő már változott ezen. Tehát meg van két gyerekem. Muszáj, tehát nincsenek ürügyek, én tényleg, tehát hogy bármi van, amikor tudom, hogy egész napos forgatás, vagy bármi más van, vagy munka van, vagy suli van, akkor is direkt korábban kellek, hogy elmenjek, és tudom, hogy az egy óra is, tehát ha már egy óráig oda eljutok, és tényleg intenzíven edzem, akkor megéri, és a másik oldalon, a stressz oldalon sokkal jobban bírom a napot, és jobban is érzem magam. De ugye a táplálkozás megváltoztatásával kezdted, ugye azt az... Nem, mozgással kezdtem, és ez hozta magával a táplálkozás megváltoztatását. És az miben változott? Szerencsés vagy. Abban változott gyakorlatilag, hogy így rájöttem, hogy van igényem így a jobb ételek fogyasztására, illetve megismeréséhez, és gyakorlatilag így ismerkedtem meg mondjuk a, most nem a paprikás csirke is nagyon jól tud lenni, de egy kicsit tovább megyünk, mint amilyen az olasz, a francia kultúra. De ez most inkább csak egy ilyen gasztronómiai igény? Az már jött ezzel együtt, most már igen. Tehát vagy egy nagyon egészségügyi. Szeretem a finom ételeket, nyilván azok egészségesek is. Ha odafigyelünk rá, nagyon szeretek főzni, és ugye többször főztem is itt nálatok, szóval ez egy nagyon fontos dolog, de mondom, hogy magával a mozgással indult ez az egész, és az hozott egy ilyen, nem tudom, egy ilyen bor szakismereten keresztül a kávét is nagyon-nagyon szeretem. Amik egyébként egészségtelenek, ha úgy veszük, de mértékkel egyébként. Kis adagban nem egészségtelenek, de ugye most nagyon trendi, úgymond, például barisztának tanulni, és hallottam, hogy te úgy főzöd a kávét, hogy otthon őrülöd. A barátaim azt mondják, hogy a legjobb kávé nálam van, pedig nekem nincsenek ilyen milliós gépeim, nyilván egy kis drága milánói gépet rendeltem nagyon hosszas böngészés után. Ez kézzel gyártott gép, és hát teljesen magamtól így elkezdtem. Viszont említetted a italozást is, mondom, akkor ott is a minőségre tértél. A minőség és nem a mennyiség, nyilván. Minőség és mérték, gondolom. Így van. És ugye, hát most egy borok, igen. Én elvégeztem az alapképző borismereti, ez a vészertnek az alapfokú képzését, és nagyon-nagyon sokkal, hogy is mondjam, gazdagabb lettem, és máshogyan most illatozom, ugye forgatja az ember. Akarsz ezzel foglalkozni a későbbiekben esetleg? Lehet, hogy igen. Adja magát, hogyha már a kávét... Hát mindig ugye, tehát hogy valahogy így elkezdett, hogy csak így érdekel, és talán belemélyedsz. Szerintem egy óriási erő az, hogyha mondjuk italozol, vagy kávézol, vagy gasztronómiát ismered, és egy társaságba kerülsz, akkor el tudod kezdeni úgy a beszélgetést, hogy eltelik 4-5 perc, és igazából te beszélsz arról, amit mondjuk te szeretsz, és így mindenki ámulattal nézi. Ez teljesen így van, és utána meg is tudom kóstoltatni velük adott esetben, és hát az annál nagyobb öröm nincs, amikor te magad fedezed ezt fel, hogy hú, tudsz tanítani másoknak. Azért így Mudzsahid Zolinál, aki úgy énekel, ahogy fel kell tenni a kérdést, hogy mi az újság éneklés fronton, mik a tervek? Minden nagyon jó, ugye most csinálom a Zeneművészeti Egyetem mesterképzését, és mellette most egy nagy projektben vagyok, de erről még nem szeretnék beszélni. Akkor halkabban mondjad. Halkabban, ez egy ilyen régi dologhoz nyúlok, ami egy ilyen tánzzal fesztiválos történet.
de ennél többet tényleg nem szeretnék elárulni, majd legközelebb. Milyen egyébként az iskola, mert ugye beszélgettünk pont veled erről, amikor ugye jelentkeztél. Furcsa, hál' Istennek ugye az az igazság, hogy nagyon keveset kell bejárnom, mert nagyon sok tantárgy nekem már megvolt, és így emiatt azért annyira nem stresszes, tehát nem kell plusz mozgáshoz folyamodnom. Nyilván furcsa, hogy ugye a régi tanárokkal újra találkozni, készülni az énekórára, csomószor az van, hogy tényleg, hogy... Mesterképzés után mi leszel? Mi lesz? Ez a legmagasabb szint, ami Magyarországon elérhető. De miért fontos ez neked, hogy mondjuk a maga a mesterképzés, ez egy nagyon jó kérdés. Ott legyen a fiókban vagy nyilván... a szekrényben? Mert taníthatsz, nyilván egy egyetemen is taníthatsz ezzel a diplomával, azért az úgy nem rossz. Tehát van benned egy ilyen fajta késztetés, hogy akkor lehet, hogy visszaadnál? Meg most úgy érzem, hogy van is hozzá erőm, lehet, hogy később már nem lenne, és akkor miért nem most? Uh-huh. Szóval... Mit jelent az neked pontosan, amikor azt mondod, hogy mondjuk tanulsz, vagy készülsz egy-egy énekórára, és neked ez most furcsa? Te azért, mert nagyon rég nem jártam énektanárhoz, és ugye ott követelmények vannak. Le kell ülnem a zongorához, meg kell tanulnom egy új jazzdalt adott esetben, és hát tudnunk nulláról, és hát azért nem olyan könnyű, tehát nehezebb. Tehát hangszeres órák is vannak, ugye? Tehát hangszeres órák is vannak, de hál' Istennek oda most nem kell járnom, mert azok mind megvannak, szóval itt most az ének, illetve a jazz vokál, ahol ugye több szólamban kell énekelni, tehát azért rendesen. Neked lehet, hogy természetes, nekem annyira nem. Tehát, hogy neked annyira nem. Annyira nem, hogy... Mennyi idő van még hátra az iskolában? 2 évet most kezdtem el, szóval még messze van. És jár nekem a diákigazolvány, igaz, hogy még nem változott. A legjobb az egészben. Hogy nem, majd megyek a moziba és adom a diákigazolványt. Nem vicces, de nyilván ezek jó dolgok. Köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk.